Rák Zoltán, Tóth Zolka és Nagyidei Gergő ezúttal csöppet sem tisztességes betörők bőrébe bújnak a Móricz Zsigmond színházban. Mindhárman egyetlen elveszett, valami fontosan megtöltött játékbabát keresnek Mészáros Tibor krimiében. A rendező Frederick Knott 1960-as években írt színdarabját dolgozza fel, amelyből 1967-ben film is készült. Most pedig a Nyíregyházi társulat által újra megelevenedik. A sztori különlegessége, hogy eltér a klasszikus, vérben fürdős krimiktől. Egy kiszolgáltatott nő keveredik tudtán kívül három gengszter keresztüzének a középpontjába, és az ő ellenük vívott kis küzdelméről, illetve annak a fényre derüléséről szól a darab, ahogyan rájön, hogy ő most éppen egy áldozat, és hogy hogyan próbál ebből kikecmeregni, hátrányos helyzete ellenére, és ez adja a dolognak az izgalmát, hiszen a nézők egy zárt szobában, lényegében egy zárt, egy térben játszódó szobában követhetik nyomon azt, hogy hogyan próbál megmenekülni ebből a szituációból, ahonnan egyébként nem tud kijutni. A hat szereplős darabnak hétfőn kezdődtek az olvasópróbái. A humorral és fordulatokkal tarkított krimit április 17-től láthatja a közönség a Krúdi Kamarában.